Az együtt elnöke szerint riasztó és szégyenletes interjút adott a Mandinernek az alkotmánybíróság elnöke. Szigetvári szerint Lenkovics Barnabás ezzel erkölcsileg vált méltatlanná pozíciójára. Nem az alkotmányosságot vagy a Fideszt védi, hanem saját gyáva túlélését állítja a politikus. Az interjúban szó van a közérdekű adatigénylés, a bevándorlás és a melegházasság ügyéről is. Szigetvári Viktor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Riasztó és szégyenletes, mitől riadt meg? Én ebben az ügyben konzervatív ember vagyok, én Solyom Lászlótól az első elnökétől a rendszerváltás után alkotmánybíróságnak azt tanultam, hogy az alkotmánybíróság az legjobb, ha a közlönyön keresztül kommunikál a társadalommal és a kormánnyal. Egy olyan interjút olvashattam, amely eltér akár Holló elnök úrnak, vagy akár, nem tudom, Pacolai elnök úrnak az interjúitól. Értékrendi kérdésekben is elég világosan beszél. Az alkotmánybíróság értékrendtől független, tisztelendő hagyományát nem védi meg a kormánnyal, szemben pedig van lehetősége. A riporter elég konzekvensen végigkérdezi az összes problematikus kérdést, és ráadásul néhány olyan kérdésben, mint akár a melegházasság ügye, akár pedig a menekült kérdés, vagy az adatigénylések kérdése pedig, az értékrenden túl, amit én tiszteletben tartanék, egy érdemi kifejtést hallhatunk, amely egész egyszerűen szerintem csak pongyola és hát elfogadhatatlan. De pont akkor, amikor az interjú készítője azt kérdezi, hogy most fideszes az alkotmánybíróság, akkor azt mondja az elnök úr, hogy nem, tehát hogy nem fideszesedett el az alkotmánybíróság, és vannak olyan emberek, akik valóban a Fidesz holdudvarából kerültek oda, de hogy erről meg, hogyha nem beszélünk, akkor ez nem történt meg? Sőt, tehát erről kell beszélni. Szerintem még az legyen világos, hogy én szerencse volt, hogy én ebéd közben olvastam ezt az interjút, és volt időm visszaérni az irodába, mert akkor még nagyobb indulattal írtam volna meg azt, amit megírok, mert hogy én azt szeretném, hogy Magyarországon egyszerűen normális országban éljünk, ahol még az alkotmánybíróságnak is van tekintély, akár jobboldali, akár baloldali kormány van hatalmon, és ebben az ügyben szerintem a jelenlegi elnök túlmegy minden határon, amikor ilyen kérdésekről beszél. Pont azt mondja, bocsánat, hogy a Fidesz saját politikai holdudvarából is beültetett néhány embert alkotmánybírói székbe, ez igaz. De ahogy beül, onnantól kezdve alkotmánybíró és nem fideszes. Az alaptörvény betartatása nem. Ugye, legyen ebben világos, hogy én tudok olyan a Fidesz által kinevezett alkotmánybíróról, akiről, ha nem is mindenben értek vele egyet értékrendi kérdésekben, ez előfordul egy demokráciában, teljesen tisztességes hívének tartom a magyar jogállamnak, és azt látom, hogy küzd egy alkotmánybírósági többséggel szemben, miközben egyébként teljes mértékben a Fidesz köreihez tartozott az elmúlt 20 évben. Tehát mi nem is mindenkire gondolnám, én nem is az alkotmánybíróságot minősítem, nagyon határozottan mondanám, hogy politikusként mindenkor távol fogom magamat tartani, hogy alkotmánybírósági határozatokat minősítsek, véleményem lehet, el fogom mondani, megkérdeznek. De ez a kérdés is úgy merül fel, ugye, hogy ebben a székben ült Majtényi László, vagy talán Somodi Bernadetta az Eötvös Károly Intézetnek a nevében néhány hónappal ezelőtt, egy olyan tanulmányt, egy tudományos tanulmányt publikáltak, amely világosan elmondta, hogy már a Fidesz kormány idején, 2010 után a Pacolai elnök úr által vezetett alkotmánybíróság sok-sok ügyben gyakorlatilag a Fidesz-szel, a kormánnyal szemben döntött, de nem pártpolitikai alapon, hanem hát ez volt a döntésük. Miközben amióta ez átalakult, túltöltötték az alkotmánybíróságot, azóta 70%-ban, 77%-ban talán pontosan döntenek a Fidesz számára kedvező módon, és a riporter teljes joggal kérdezi meg az alkotmánybíróság elnökét, hogy mondaná meg, hogy erről mit gondol. És ugye ott van a másik kérdés, ha szabad áttérni arra, hogy az alkotmánybíróság jogfosztása, mert erről Solyom László nagyon világosan elmondta, és a magyar jogállam minden híve világosan elmondta, hogy amikor költségvetési kérdéseket kivontak az alkotmánybírósági kontrollról, és ráadásul sokszorosan fölülalkotmányozta a jogalkotó egy alkotmánybírósági ítélet után önmagát, még talán egyik kérdésben Stumpf István maga bíróként is megszólalt, hogy a dolog azért így ebben az ügyben nincsen rendben. Ezek után ezekre a joggal feldobott labdákra, én nem azt várom, hogy pártpolitikai nyilatkozatot tegyen, mint ha én most önnek elmondanám, amit gondolok erről. Azt, hogy mondja azt, amit még Pacolai Péter is elmondott annak idén, azért talán ez nincsen rendben. Adott hát de pont azt kérdezi az interjú készítője, hogy mit gondol arról, hogy amikor van egy alkotmánybírósági megsemmisítés, akkor azt az adott törvényt, amit mondjuk meg, vagy rendeltet, vagy megszüntetett, vagy megsemmisített az alkotmánybíróság, az gyorsan beemelik az alaptörvénybe, így aztán már nem mondhatja azt az alkotmánybíróság valamiről, ami az alaptörvényben van, hogy alaptörvény ellenes. És erre azt mondja, hogy ilyet nem lenne szabad csinálni.
látni. Igen, csak hogyha most nem akarnék végigmenni mondat az interjú, egy picit később viszont azt mondja, hogy de hát 2010 egy olyan rendkívüli helyzet volt ebben az országban, és ez több helyen előkerül az interjúban, hogy hát olyan rendkívüli helyzet volt, hogy hát ilyen rendkívüli dolgoknak is elő kell fordulniuk néha, hogy a jogalkotó így felülalkotmányozza. Tehát rögtön mellé tesz egy megengedő a dolgot, nem hogy mondjam, szakmailag vagy jogászként megítélni akaró, hanem egy politikailag a helyzetben kontextusba helyező, értelmező és mindenképpen a Fideszt felmentő, a jogalkotót ebben felmentő mondatot, és egyébként ez több ponton előfordul ebben az interjúban, lényegi kérdésben is, hiszen azt mondja, hogy hát ilyen rendkívüli helyzet volt 2010-re, itten rendkívüli... Hát egy súlyos válság helyzetben kellett kormányozni, és hogy most akkor itt valami új kezdődött. Világos, az, hogy ő ugye tágabban nem csak gazdasági válsághelyzetet mond, hanem a rendszerváltás 25 éves státuszkójának válságáról beszél. Én is szoktam erről beszélni, legfeljebb nem úgy, mint a jobbikosok. Ezzel nekem nincs bajom, ez teljes mértékben rendben van, hogy egy alkotmánybírósági elnök erről beszél. Az, hogy ezt pont abban ágyazza meg, amikor nagyobb autonómiával rendelkező, akár regnáló alkotmánybírósági vezetők is azt mondták, hogy talán ez nincsen rendben, ezek a félmondatok hiányoznak, nem az hiányzik nekem, hogy most nekem tetsző álláspontot mondjon, és hogyha végigmegyünk néhány konkrét kérdésen, abban olyan kiszólások vannak, én azt a példát írtam majd blogbejegyzésemben, hogy hát William Rehnquist, akinek a nevét nem feltétlenül ismerik Magyarországon, de hát a régen időktől kezdve Clinton érában végig a döbbenetes tekintélyű alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági elnöke volt az Egyesült Államoknak, fel sem merült volna, mert már elhunyt, hogy ő ilyen kérdésekben interjút adjon, orientáló válaszokat adjon, a republikánus párt vagy a demokrata párt politikai helyzetéhez mérlegelve válaszokat adjon, ráadásul egyébként néhány konkrét kérdésben ő véleményt mondja, mert szerintem ez nem feladata. Viszont Lenkovics Barnabás ide is csap, meg oda is csap, mert az alkotmány, vagy a civil szervezetekkel kapcsolatban, amit ön is kritizált a blogbejegyzésében, hogy úgy fogalmazott, hogy vannak egyszerűen hobbi jogvédők, Bibó István szavaival én őket hivatalos forradalmároknak neveztem, szükség van rájuk, máskülönben nem finanszíroznák őket, tehát valami bérjogvédőkről beszél az elnök úr, amin ön is fennakadt ezeken a szavakon, vagy mondatokon. De hogy a közösség rovására, mármint hogy tegyék ezt az adatkéréseket, a közösségre gyakoroljanak a saját jogaikat, kicsit furcsa. De aztán egy pár bekezdéssel később, meg amikor szintén a közérdekű adatigényléséről van szó, akkor azt mondja az elnök úr, hogy nagyon is elképzelhetőnek tartok egy olyan rendszert, ahol minden közérdekű adatot átlátható módon online azonnal felraknak. Igen, csak ugye hát megint ott van egy olyan kérdés, amelyben szerintem alkotmánybírósági elnökhöz, hadd mondjam ezt politikusként, méltatlan mondatokat mond olyan jogvédőkről, akik a jogfolytonos magyar köztársaságot próbálják védeni. Lehet, hogy éppen most a Fidesszel szemben, de hát rengeteg olyan jogvédőről tudunk Magyarországon, Majtényiéktől a TASZ-on át, a átlátszó köréig, akik egyébként az előző kormányokat is, ha éppen akkor már léteztek valamilyen formában, szítták, kritizálták, küzdöttek a különböző jogérvényesítési kérdésekben. Azt mondani egyébként sokszor mikrodonációból működő, mert az átlátszó, mennyire tudom, mikrodonációból, tehát sok tízezer ember adományából működik, hogy itt ők most ilyen, már-már azt mondja, hogy megélhetési, nem ezt a szót használja, de gyakorlatilag valami érdekből itt adatot igényelnek, és hogy akadályozzák, mert túl nagy költséget jelent, ez teljes mértékben a Fidesz keretezése, ráadásul egy dolgot azért legyünk világosak. Ma Magyarországon jogerős kúria, vagy korábban a legfelsőbb bírósági ítéletek szólnak arról, hogy mivel valóban lehet úgy adatot igényelni, hogy annak költsége van, hogy azt milyen módon kell rendezni. Itt kialakult joggyakorlatról beszélünk, ebben rondított bele, ha már itt vagyunk és erről beszélünk, az a törvény, amelyet Áder János méltóztatott szombaton alá is írni. Lényeg, hogy ezekben az ügyekben, és tényleg a melegházasság ügyében is lényegében megy bele érdemi kérdésben úgy az alkotmánybíróság elnöke, hogy pont éppen most néhány napja olvastam el az alkotmánybíróság, vagy a legfelsőbb bíróság amerikai ítéletét, és tényleg teljesen más színvonalon, egy köztársaságban, egy federalista köztársaságban, egy teljesen magas színvonalú vitában, egyébként jobboldali politikusok jobboldali alkotmánybírók érvelnek a melegházassággal szemben, de benne van a szövegében legalább a bíróság elnökének, aki ebben a kisebbségbe szorult, hogy elfogad bizonyos igazságokat ebből. Ezt egyszerűen egy ilyen elnöknek, egy ilyen nyilatkozatával szemben azt látom, hogy minimális emberi autonómiára sem tesz tart igényt ebben a helyzetben, és ráadásul értékrendi kérdésekben úgy nyilatkozik meg, hogy most nincs is előtte beadvány szerintem. Hát akkor mindenki majd eldönti, hogy mit gondol erről a Mandinen interjúról. Ha még nem olvastak, akkor most biztos kedvet csináltunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.